Sziasztok! Ebben a videóban a maszkolásról lesz szó, és a Procreate-ben háromféleképpen tudsz maszkolni. Van itt nekünk egy nagyon egyszerű farajzunk, és ezen a példán fogom megmutatni, hogy egész pontosan hogyan is kell ezt a három fajta maszkot használni. Elsőként az alfalokkot fogom megmutatni, és látod ezt a sötét színnel rajzolt alakzatot, ezen fogunk kísérletezni. Úgyhogy megnyitom a légyereket, ki van választva az a lér, amin akarok dolgozni, ez a, a sötét zöld rész, és ha be szeretném kapcsolni az első maszkolási módot, akkor rábökök a tartalomra és az alfalokra. Ezt úgy is bekapcsolhatod, hogy két ujjal jobbra húzod a réteget. Az alfalok akkor van bekapcsolva, hogyha a háttérben kirajzolódik egy ilyen soktábla mintázat, illetve tudod ellenőrizni, hogy az alfalok mellé került egy pipa. Az alfaloknak a lényege, hogy csak azokon a részeken, illetve csak azokon a pixeleken tudsz változtatni, amikre már rajzoltál. Esetünkben ez, ez a három alakzat. Úgyhogy én választottam egy, egy ilyen piros szint, és láthatod, hogy csak oda tudok rajzolni, ahol már megtalálható ez az alakzat. Hiába rajzolok ide, meg ide, meg bárhová máshová a vásznon, csak az alfalok által kijelölt területeken enged módosítani. Úgyhogy Visszalépek, ez nekem nem kell, és adok egy textúrát ennek a, ennek a résznek. Először befestem, legyen egy sötétebb. Befestem egy sötét zöld színre, és adok neki hát hasonló textúrát, mint ami a többi részem van. Kész is. És ha kinyitod a Layer menüt, akkor láthatod, hogy ez is megváltozott. Kész a textúránk úgyhogy ezzel kész is a textúránk, amit az alfalok segítségével vittünk föl. Na most az alfaloknak van egy hátránya, mégpedig az, hogy destruktív. Ez azt jelenti, hogy megváltoztatja az eredeti léjérnek a tartalmát. Ugye itt, itt, világosan látható, hogy egyszerűen csak megváltozott a léjér tartalma, és ha én szeretném megváltoztatni az alapszint, ezt a sötét zöldet, amit legelőször fölvittem, akkor az hát nagyon nehezen fog menni. Ezt maximum úgy tudom megcsinálni, hogy újra kiválasztok egy sötét zöld színt, és egész egyszerűen uh, újra festem az egészet. Ekkor viszont eltűnik az, ami, az a textúra, amit az előbb fölvittem. Most pedig megmutatom a második maszkolási lehetőséget, ami már egy nem destruktív maszkolási lehetőség. Ez azt jelenti, hogy nem fog megváltozni a léérnek a tartalma. Úgyhogy megítom a layer menüt, és készítek egy új léért, És azt mondom, hogy ez a layer legyen egy clipping mask elkezdek rajzolni erre a clipping maskra, és akár csak az előbb is, most is csak a kitöltött pixeleken tudok rajzolni, most viszont megvan az az előnyöm, hogy ez az egész, amit felrajzoltam ide, az egy külön léjjelre kerül. Ez alapvetően azért jó, mert ezt már szabadon tudod módosítani. Ebbe például bele tudsz radírozni, hozzá tudsz rajzolni, tudod effektezni, megváltoztathatsz rajta bármit, váltogathatsz a blending módok között, vagy, vagy módosíthatod az átlátszóságát ennek az egésznek. Ez a clipping mask az alatta lévő léérhez kapcsolódik. Itt láthatsz egy kis lefelé mutató nyilacskát, ez a clipping masknak a jele. Ha van a clipping masknak hátránya, akkor az az, hogy nagyon sok layer lesz a fájlodban. És maga az iPad az egy limitált számú layer bír el. Hogy pontosan mennyit az függ magától az iPad-től, a típusától, ugye a régebbiek, vagy az R verziók, vagy a mini verziók, azok sokkal kevesebb réteget bírnak el, a Pro verziók pedig sokkal többet. Hogy egész pontosan mennyit, azt itt a Canvas Information alatt is láthatod, rámegyünk a layers -re. maximum 129 réteget bír el ez a dokumentum, most 16 van használatban is, 113 még maradt. Illetve függ még a magának a képnek a felbontásától is, nyilván ha minél nagyobb az a kép, Annál kevesebb léért bír el a, a géped. A harmadik és az utolsó maszkolási típus az a layer mask. Megint ide kattintok, rápökök a maszkra, és itt látod, hogy megjelent a rétegen felett egy úgynevezett layer mask. Ez a maszk ez arra jó, hogy eltüntethet vagy előhozhat részeket a kapcsolódó léérből, Ugye ez is mindig kapcsolódik egy darab lajérhez. Erre a léjer maszkra, rajzolhatsz fehérel, rajzolhatsz feketével, és a szürkének a különböző árnyalataival. Na most alapból ez fehérrel van kitöltve, ez az egész, a fehér pedig teljesen felfedi a kapcsolódó léérnek a tartalmát, a fekete pedig teljesen elfedi azt. Úgyhogy én most rárajzolok feketével erre a rétegre, és ez el fogja fedni a léérnek a tartalmát. Csak egy kicsit kisebb brással csinálom. láthatod, hogy a mögötte lévő tartalmat az pedig megjeleníti. Itt tudod ellenőrizni, ugye itt láthatod, hogy erre a léjjelre bizony rárajzoltam feketével, de mivel ez egy maszk, a fekete az eltüntette a kapcsolódó léjernek a tartalmát, most pedig fehérrel rárajzolok egy nagyobb becsettel, és ezzel előhozom a léjjelnek a tartalmát. Én erre a léjjel maszkra tudok szürkével is rajzolni, és a szürkének az erőségétől függően ez részben felfedi, vagy részben elrejti a kapcsolódó léjérnek a tartalmát. Beállítok mondjuk egy, egy kicsit sötétebb szürkét, és ha rárajzolok, akkor láthatod, hogy úgy nagyjából eltakarja. Ennyit a maszkok használatáról mára. Érdemes rászokni ezeknek a használatára, hiszen minél több léjérrel dolgozol, annál rugalmasabb lesz az egész workflow is annál egyszerűbb lesz módosítani a dolgokat, hogyha később szükséges. Úgyhogy javaslom, hogy próbáld ki mind a három típust. Ha részletesebben érdekelnek a léjerek, akkor az előző videóban már foglalkoztam velük, nézd meg azt is. És ha tetszik, amit csinálok, akkor iratkozz fel a csatornára még több prokriétes és rajzos tartalomért. Köszönjük, hogy megnézted, na szia!